Én azt a teljesítményre értettem, ugye egyébként jól néz ki és jónak mondják. Hát a teljesítményével már, mint hogy így rohadt jól fut a játék. Tehát, hogy nálam minden maxon van, 2K-ba, nincsen ilyen upscaling, meg ilyen hülyeség bekapcsolva, se DLS, se semmi. És 60 FPS-sel fut szépen, úgyhogy közben megy egy 2K-s felvétel, és még a streaming is. Ez így PC-n. Szóval... Jó, nyilván nekem elég erős gépem van, de hogy így... Szépen fut. Imádom, hogy nyomom a gombot és nem csinál semmit. És állt ott egy helyben, én meg így húzom a izét, hogy nyomja a tüzet. Mondom, mi a jó Isten van? Azt néztem, hogy sokkal több move-ja, hogyha oda hátra megyünk a második fészben, mintha nem lenne. Mármint értitek. Tehát, hogy talán a második fész, hogyha ezt így meg tudom csinálni, akkor lehozható. Nem veszed be, hogy megnyomom a dolcsot. Na jó. Ez mi? Mi ütött még? Akkor nem. Tehát, hogy... Ott volt egy pont, egyszer csak nyomom a dodge-ot, itt állok egy helyben, volt staminem, nyomom a védekezést, nem teszi fel a kezét, mindjárt, kajak. Én felrakom kábelre a kontrolleremet, most ez most itt tesz, most itt így vissza megyünk kábelesre. Vagy nem tudom, hogy mi volt, de valami nem volt kellemes, így. Amúgy meg idézzek le egy ilyen izét. Lófigy fattyat. Azt menjünk neki úgy. Forgott a kamera, érted, mint a Ringlispiel. Na ne már, hogy te odáig elérsz.
tessék! Tessék! Baj, hogy le kéne köszörülni itt a dolgokat nagyon gyorsan. Aha, jó volt. Ma engedné futni, kösz, akkor másik irányba mentem. Na csumi! Mondom, na csumi! Szép. Oda kell állni. Ott nem tudom mit csinál, de nem szimpi. Te hülye! Ez mi volt? Hagyjuk már! Mi? Jaj, nem már! Ezt ne... De az mi volt? Elkapott totál más felé, totál máshol voltam, és konkrétan majdnem full HP-ról megölt. Majdnem megölt. De fuck. Ez nagyon-nagyon fura volt ott az. Meg utána ez a futkározós. Hogy most hogy nem perfect egy védekezésem sem. Kamu, mocskos kamu. Ah.
mennyire kedvelem ezt a bosst. Nem a bosszal van a bajom, a... Szóval azzal van, azt gondolom, hogy... Ezzel van például gondolom, hogy nem ott vagyok és kapok damage-et, az kicsit zavaró tud lenni. Megint elfogyott a HP töltőm. És vége. Random movesettel. Semmi, hát most van... Nincs sok movesettje, vagy hogy mondjam, a fázis 1-ben konkrétan mindent láttunk. A fázis 2-ben volt az a két dolog, ami nagyon érdekes, az egyik a ide-oda futkározás, vagy mi az Isten, a másik meg az a köpődémon támadás. Nem tudom, szerintem egyáltalán nem random movesetje van. Az iskoláját, hogy most ezt most meg eltalált. Leütni. Aj. Ez egy nagyon szemét dolog így. Oké, leütöd a sztegőrjét, de utána még az van, hogy még üsd meg egy charge-tatakkal. Nem mindegy, hogy mivel. Nem elég, hogy végig küzdöd, érted? Nem elég, hogy perfect izélsz. Nem, még egy charge-tatakot vigyél be, hogy utána tud bántani. Na ez az, ami egy kicsit már a túlgondolt része, egy picit ennek a mechanikának, mert ráadásul azt veszem észre, hogy amikor a legtöbbször, amikor megkapja, vagy eljut olyan pillanatba, hogy ugye fehér csíkkel van a HP-ja, és charge attackot kéne ráütni, a legtöbbször baromi agresszív lesz az ellenség. Ezt próbálj meg egy olyan támadást, ami 1-2-3 másodpercig tart felcsárcsolni, úgy, hogy közben amúgy nézd meg, tehát egy rohadt nagy enemiről van szó, és olyan szinten gyorsan támad, hogy megbolondulsz. Egymás után, az szép. Az már késő volt. Nekem meg staminám nincs. Most már HP-m sincs, de ez már lényeg talán igazából, mert már HP töltöm sincs, és megütni se tudom, mert nem engedi. Nézzek, nem tudok csinálni semmit. És már lejött a izé. Jó, és meg a... Nagyon gonosz ez. Ez egy nagyon gonosz kis boss. De... Csak amiatt, mert...
Egy kis huncut timingjai vannak. Na és mi van akkor, ha én poénkodok egyet? Egy-egyet ráütünk, tudjuk, hogy mikor támad, jó lesz. Alig vagyok nehéz, most 92%-os heavy-be, tehát hogy gurulni se tudok. Na jó, nem, ez nem, ezt csak poénkodtam. Ha ez megnyugtat, akkor Quarzból van olyan, ami staggerelt időt növeli. Tudom, arra adtam. Arra adtunk. Eljönni, nem már. Ez nagyon jó volt. Ó, édes mama. Mi volt a nőm? Jó, hát kösz. Jót játszottunk meg itt. Azt majd azért elmondjátok, hogy mi tört el az én fegyverem, mikor felköszörültem és ráraktam a tüzet. Azt vettem észre most, amikor már a legvégén, hogy pirosban van. Tehát azzal indítom a Phase 2-t, hogy megjavítom a fegyveremet. Hirtelen mibe tűnt el teljesen a... you
hol vagyok? Megölni. Azért. Visszanézem, igen, a decay, de a decay az lerontja a fegyveremet. Kösz. Annál szerintem amúgy a játékban, ebben a játékban a legbosszantóbb dolog az az, amikor azért halsz meg, mert levédesz egy támadást. Szerintem annál cibi dolog nincsen, de komolyan. Tehát amikor jó, nem perfekt, de ha így védekezel. És meghalsz. Az nagyon nem korrekt. Folyamatosan rossz irányba akarok menni, hátra mögé lenne érdemes, de nem mindig tudom. És nem dodge-ol. Na ez viszont egy olyan mocskos undorító dolog, hogy benyomok egy 3 pontos Fable Artot, bazeg, és együtt is megy be, mert kiüt a move-ból. Ő ki tud ütni a move-ból. Ez kegyetlen szemétség. Legalább végig menne egy adok-kapok. Mert a mozgás tűnik idegesítőnek, indítsd el a Bloodborne-t. Nincs, egyáltalán nem zavaró a kameramozgás, csak akkor zavaró a kameramozgás, amikor föl kell és elkezd futkározni a Phase 2-ben, az volt nagyon kíván. Na
ez, ez. Amikor így föl kell, rajta van a lok, és nem tudsz mit csinálni. Az a része fura, vagy idegesítő, de az az összes Souls-like-ban, ahol van nálad egy kicsivel nagyobb boss, az konkrétan mindenhol úgy van. A Perfect Guard miatt erőlteti a játék, kevesebb a dodge, pedig kettő kombinációja a mechanika. Az a baj, hogy ha a Perfect Dodge, Perfect, tehát hogy a Perit akarja erősíteni a játék, most csak beszélgetünk a mechanikáról, akkor sokkal inkább kellett volna olyan timingot, meg olyan mechanikát belerakni, mint ami a Sekiroban van. Viszont itt stamina van, nem pedig egy stamina mentes Góg, vagy mit tudom én, mi az Isten volt a neve. Azt a rohadt élet, még micsoda delay volt. Maximus. Bloodborne töröltem fél óra után, szűk terek, szörnyű kameramozgás, és még a timingok is idegesítőek. A Bloodborne-t odaadnám annak, akik a Demon's Souls-t csinálták meg a remake-et. De ne már, ezt ne csináljuk már! Kamuzad itt ezt a piros támadásodat. Folyamatba tetyám. És kiüt. Kiüt a charge datakból. Nevetséges. A hucudli anyadik try. Hát erre a bossra ez sokadék, mert egy órája legalább szívok vele. Nem ez a baj, ezt a részt megoldom, hanem ami ezután jön, az ott a probléma. Ah,
staminám, aha. És halál. Ez a probléma. Ez a probléma a Phase 2, hogyha nem tudom úgy megcsinálni, hogy nincs elég HP töltöm, tehát ez ott, vagy nem marad HP töltöm, akkor úgy, na, elég kevés az esélyre. Pláne úgy, hogy kegyetlen szivató tud lenni. És ilyenkor megint full HP-ja van? Azért, mert egy másik igazából úgy van, ha most, ez most spoiler neked egy picit, mert még itt ugye nem jársz. Amúgy megpróbálkozhatunk ilyennel. Jön egy kis segítség. Szóval, hogy ugye megölöd a... Tehát a boss, aki igazából a boss, az ebben a lényben van benne. Tehát először megölöd ezt a lényt, utána pedig megölöd magát a boss, ha eljutsz odáig. Igen, ezzel ez lesz a baj, hogy nem rám figyel, össze-vissza megy majd a támadás. És azért fogok rohadt sok damage-et kapni. És hátul nem is lehet ütni. Aha. Fussunk már oda, mert most leesett. Ups. Vigyázz! Spectre! Spectre mindjárt hal. Mondjuk ő is. Jambor kérdés, próbáltad-e P1-be gyújtani a kardot? Nem a P1-el van a bajom, a P2-re tartogatom a kard gyújtást. Tehát a mondasz, azt ilyenkor megcsinálni. És akkor most én hátra hatolok. És megpróbálom. Amíg... Hűha! Ég, tetyám, ég! Nyomjad Spectre-ról! Tűz, 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 tűz! Nem is egy ház... Hát ő elhalálozódott. Aha. Most van egy kis gond. Te húgyja. Jaj, ezt nem áll. Hát ez mi? Ez mi? Ne szórakozzunk már. Küldjél el, légy szíves, egy kicsikét. Akkor jó van akkor. Hát, gyász, mert segítséggel, de megöltük. Tényleg.
And now, the stage is set. Ez volt az intro eddig, vagy mi? Nagyon gonosz. Nagyon-nagyon gonosz. GG, befejezted a tutorialt. Köszönöm szépen! Ég a főpap, ég a főpap. Leoni, before the greed overtook me. Ez a papbácsinak a hangja. Majd azt mondjuk, azt hazudjuk, hogy nem kértünk segítséget, jó? felemás érzés, de mehetünk tovább, az a lényeg, hogy megvan. Nem láttunk semmit. Így van, így van. Nem is történt semmi. Na várjál, el kell mennünk, ott van valami zene kapható a Cathedral Library-ba. A workshophoz elküldtük a kutyátot. És amúgy a Hotel Kratba is kell menni. Jajjaj, ennyi mindent csinálni, menjünk szintet lépni. Azt a részt kivágod a VOD-ból. First Try láttam. Én, hát amúgy a Spectre-rel First Try volt. Ami nagyot ment, hogy elvitte a figyelmét, és konkrétan a égető kezünknek majdnem a felét rányomtam, ami levitt rohadt sok HP-t. The cathedral. It seems nowhere is safe now. Maybe those who went there seeking refuge became monsters somehow. But the petrification disease turns you to stone, not into a monster. Mm-hmm. I'm worried about the Malam district, just below the cathedral. I wonder whether there are monsters there, too. Hát volt ott egy pár. Igazából azt kell mondani, hogy nehezebb volt így a random boss target miatt, nehezebb volt a mechanika. Hát amúgy, nem volt egyszerű, hogy most akkor hova akar ütni a rohadék, vagy hova támad, vagy kire, vagy izé, meg mit csap. Szóval oda kellett figyelni rendesen. Én próbálom a kapacitásunkat, hogy elbírjam itt a sok cuccot, azt így növelni. De még mindig 64%-on van. Slightly heavy. Jó. Semmi baj. Van-e nálunk valami kis apró? Az pont elég még egy szintre. Távolak meglepetésekkel, azt mondja. Keeps growing. I can feel a change in your ergo. Tényleg. Change is never easy. A változás sosem egyszerű. Look at me. A human trapped in the shackles of the past. I wish I was back in Krat before the petrification disease. Before the disaster. Krat was a city of light. A city of joy. I wish I could go back. Even just for one day. Hát... Nem így működik sajnos az idő vonala. Mennyire kell elmenni, eljutni, hogy ne legyek slightly heavy? De most tényleg. Mert most már azért adnák itt így máshova is. Na jó, az a 15-re menjen fel. Úgy. És akkor ez kéne 20-ra, ez mehet 30-ra. 60% alatt, ha jól rémlik. Gondoltam. Jó, azt mondja, hogy engedj, Sophie, engedj. Beszélnünk kell itt, ha minden igaz. Ő vele. I've been investigating the puppet frenzy and it looks like I need your help. Na. First, let me show you a little something I've been working on. I call it the Ergo Wavelength Decoder. Hogy micsoda? The name lacks a certain flair, but I assure you it works. If my suspicions are correct, something in the puppet's very ergo is causing their aggression.
My decoder can find malicious signals within the waves, but I cannot possibly get close enough to gather the ergo wave records myself. You, on the other hand, would you? Could you? Could you? I refuse to believe the King of Puppets is truly behind this puppet rampage. It's too simple, but also a bit too much even for him. No. I suspect the ergo itself is corrupted, or at least compromised. Uh-huh. I do so desperately want to find the cause, as I'm sure you do too, my friend. Ez nagyon jó, ez a karakter, amúgy. It breaks my heart to see puppets turned into murderous tools of bloodshed. Jó, ergo és decoder. Az mi a... Az mi a manó? De. An ergo wave decoder left by Venini. This device finds error in the Grand Covenant imprinted on the puppets. Oh. Decided to analyze the puppet's ergo wavelengths to determine the cause of the puppet frenzy. Aha, megpróbálja kinyomozni, hogy mi okozza azt, hogy megbalandultak a figurákok. Jó, hát még mindig nem tudom, hogy... Ja igen. Az a baj, hogy tök nehezek azok a fegyverek. Szóval el tudunk menni ide, mert oda küldtük a... Hogy hívták a kutyát? Szóval őt. Nem emlékszem a nevére közben. Snolf, Bimbumba, Bunda, bocsánat, köszi szépen a követést. Hello. Na. Itt hova küldtem őt vajon? A Workshop Unionba. Mit gondoltok? Ott, ahol a többiek állnak a liftnél? Vagy mi az iskolánál? Itt erre eljövünk. Át a csövön. Igen. És akkor itt le a lépcsőn. Nem, ott nincsenek ott azok sem, akik eddig voltak ott. De ugye itt állt a két másik, a macskosz, meg a nem tudom én kicsoda. Jó, akkor tudja valaki, hogy itt hol keressem a kutát? Lépcsőn jobbra felmész és balra, hol van az első rész. Ó, akkor várja, visszamegyünk a legelejére. Akkor bement az épületbe. Hello! Nagy vagyok, hülye vagyok. Jó, bocsánat. Akkor itt a lépcsőn föl, és be az épületbe. Akkor ott itt bújt meg. Aha! Hello, én vagyok az! The factory's locked up tight! You! I didn't think we'd ever meet again. Can't say I'm happy to see you, though. No. Sorry, I let my frustration get the better of me. This place is crawling with hostile puppets. You must have known that, but you still sent me here. Honor and trust are everything to this hound. You've insulted me to the core. I'll never forgive you. But perhaps there's a shred of decency in you? So I'll ask again. Do you know of a safe place? Oh, értem. Erre a hotelba. This is how we rebuild trust, you and I. I'll take another chance on you. See Skywalker. I'm nothing if not magnanimous, you see. But beware, a hound's teeth are sharper than a sword. One bite is enough to take your life. Jó. You tricked me with your lie. But I'm no stranger to beneficence, so I shall let it pass one more time. Remember, the hound's fangs. Jó, de most nem tudok vásárolni tőle. Jó, akkor most... Jó. Most reméljük eljön a hotelba be, és akkor tudunk még vele trédelni. Azt mondjátok itt közben,
hogyha végig hazudsz neki, akkor nem tudsz vele többet trédelni. Az mondjuk erős öngól. Mert nála jó cuccok vannak, nem? Főleg amulettam, ami szerintem nagyon klassz. Bár a fegyver is, de... Tehát igen, Nessainál láttam az egyik fegyvert, azt amiatt, egyrészt amiatt nem akarnám, mert ő is azzal nyomatja. Másrésztről meg nem ilyen hatalmas bökőt akarnék forgatni, hanem valami decentebb méretbe. Menjek a másikkal? A zsigerelővel? Na és hova jött a kutus? Hello! Itt fent vagy? Lent vagy? Merre van? Vajk. Ez itt a fater helye. Szia, fater! A victim of the petrification disease turned into a monster. That's just tragic. Could the disease lead to puppet frenzy? No, but puppets shouldn't frenzy either. I made them to obey and protect humans. Not go berserk and harm them, but the stalkers blame me. They think I worked with the alchemists to spread the disease to puppets. Oh. How sad. All this resentment, with a lie at the root of it. That's why my only wish is that you stay a good boy. Ayo. No resentment. No lies. No lies? Mi az, hogy no lies? Hát ha nem hazudok, itt nincsen előrejutás. Aztán ránk szólt a fater, hogy ne hazudgassak. Egy karcom van. Hát, azt most nem költem el. Várunk még egyet. Na, várjatok, azt mondtátok, hogy Antónia melletti szoba folyosó végén. Már megyek is. Hopp-ra-bá! Hopp! Antónia... mellett. Ott van. Ott van konkrétan. Szia! Megnyugodtan itt, jó, mi? This hotel is indeed a refuge from the dangers of the outside world. I am the Hound, a descendant of the city's most aristocratic families. Repaying debts is what we nobles do. Anyone with a worthy spirit is especially welcome. Hát ezt nem tudom, accordingly, Eddie. I shall give you the honor of laying eyes upon my treasure. However, you must prove your worthiness. It's up to you if you want to make the exchange. Jó. Na, szóval tudunk nála vásárolni, és most jöttek új... Hát ez micsoda ez a bökő? Kis érdekes. Trident of the Covenant. C. Motivit... technikes. Techniklegós. Mi meg Motivitin vagyunk főként. Úgyhogy lehet, hogy ezt kellene elvinnünk. Ezt a fegyvert. És ez mit tud? Has a chance... Ez szintén egy amulet. Has a chance of not being consumed when using pulse cells. Ó, tehát van esély arra, hogy nem használódik el. Szia, Ironfly, hello. Szóval van esély arra, nem tudok már beszélni, hogyha megnyomom a HP töltőt, nem használódik a HP töltő. Érdekes. Vagy pedig ugye ez a fegyver. Ez az, amit lehet a mondjad már, a... Ott van, a Twisted Angel Ergo-ból. Ugye a másik kettő, ami még érdekes, a Perfect Guard ideiglenesen megnöveli a damage-et. Vagy pedig tudsz akkor is dodge-olni, amikor alacsony a stamina. Szerintem kérjük el ezt a fegyvert. És kérjük el ne ezt, a Holy Sword of the Ark-ot, hanem kérjük el ezt az amulettet. Mit szóltok ti ehhez? Vagy azon még morfondírozzunk? Ugye elhoztam ezt az amulettet a Broken Hero-sal. Hmm.